Hát te figyelj, mondtam a Lórinak, hogy mondom, meg a vetőnek, hogy mondom, hát úgy nézzetek rám, hogy én voltam az, aki kimaradt. Hát aki tud mindenről, mindent, az aki. Kérdezni, hogy hány kép adott el a Lórinak. És akkor ismertem meg a Terkély Bandi bácsit. És utána volt még akit. Amikor jöttem, akkor hallottam. Van még a Markolt, Gyuri, és akkor ővel be is zárultak. Az első kör. És akkor nagyon sokáig. Markolt. Méhes. Ahányszor leültünk a Bandi bácsival. Mindig emlegett. Mindig előjött egy körbe. A munka megvár minden tekintetben. Ha nem végzi senki, akkor megvár benneket. Isten értesse mindent. Kedves egészségedre, Vista. Kedves egészségedre. Még egy maradt, ezt nem tudok mutatni, de... A Nyíregyházán, aki rosszul van, annak milyen díjat kapsz? Csokonai. Csokonai. Csokonai díjat. Tavaly előtt. És abból a... Igen, abból a... Igen, abból a... Apropóból csináltuk ezt a díjat. A szóval Laci bácsi emlékére, de közben úgy gondolom, hogy belekerüljön a mostani... Valamilyen szintű emléket állítani erre az ügyre, hogy Bölgyő Laci bácsának a legkulturálisabb nevet a Szélesházi ajándékról, ami van meg benne. Visszavállalta annak idején, hogy nem is a csapat, hogy meg átfelesenek, hogy volt körítad is, közül elnök is annak idején, és visszajött, éppen is végre lett a dolgéval, tehát minden ajándékban is van minden, hogy a körvezető, voltak támogatók, de azért csináltunk lehet kibaszott jó árverést, ugye. Annyira szuper volt, hát képzeld el. Tehát tök amatőr, tök izé, tök be, tehát itt a jó Laci bácsitól az Újvári küldött egy csomó izét, hollóképet, ami eredeti, meg a Morel Miska bácsi is adott azért, és többi meg tök amatőr izék, és 700 ezer. Tehát majdnem a könyv izéje összejött. Ja, összejött, ja. És ez már ingyenben van, nem? Debrecen és Ferencvárosban kapcsolatban több pártpolitikán kívül kezdődött meg zajlott is, csak elsorvasztották mindig.
nagy probléma, mert nincs kapcsolat. Most már Debreceni, mert ugye ott van a Tatós kert, ott van a Műter, de oda jött a Déri Múzeumnak, mert a legtöbb művét. Igen, szabad. És elég sok képet, illetve a későbbi szerelme az oldal, aki ott van, aki van most elég összeállapot, meg a négy képet. Elmondok három mondatot, mert én néha szeretek szószóró lenni, de semmi más nem vagyok. A lényeg az, hogy van egy jó kis csapat, aki így úgy amúgy foglalkozik képzőművészettel egészen különböző szinten. Ez tényleg a kezdőtől a mesterig az egyik. A Molnár István, aki nekünk a főnökünk, és ő neki megvan minden képessége és iskolája és gyakorlata ahhoz, hogy főnök legyen. Ezt így tudom mondani, tehát az érdemes hozzáfordulni. És ettől kezdve ő mindent el tud rólunk mondani, hogy mikor kéne, hogy kéne, milyen szinten kéne. Ő a legfontosabb ember ebbe az egész nem csapatba. Hanem... Ez mind felnőtt. De vannak gyerekek is. Neki, neki vannak gyerekei például. 70 valami az első korhatár, igen. És aztán 20 volt. Most nekem 10 éves. Hát 20-tól 70-ig neked vannak... Az úrát kéne tartani, hogy beszélgessünk együtt. Hogyne, szerintem is. Meg csináld még lassan. Szerintem a Lajos utcai, a Óbudai, nem a tárt, Budapest galériában, és ott volt több bukkanós fólia, de az alsó öt terembe, ott mindegyik terembe volt a trikolor szelleme, és ott volt öt különböző trikolor bukkanós fólia szellem, amit most, mikor megnéztem itt a pincébe, mi volt a neve a pincének végül? Valaki lakik a városban, vagy nézhetünk. Apám festette. Ugye nekünk festette, és az a cím, a kép, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk. És miért meg aláírt? Helyette is. Ő aláírta a valójában kőfaragó fickó. Nekünk mindig így középpontban, mert jó. Nehézésre járt. Nagyon érségesen. Ő is szolgált. És akkor... Így van. És nem tudom, hogy egy évesen aztán ez volt.